Az izgi. És akkor mi lesz abból a gyerekből? Hát általában a legfontosabb ember a törzsben, akit ilyen nagyon képeznek, és hogy az érzékszervei nagyon kifejlődjenek, tehát általában egy barlangban tartják az ilyeneket az első Ez nagyon kemény. 7 évben, és így nagyon-nagyon erősen kifejlődnek az érzékszervei. Több törzsnél ugye nem adnak sót sem a gyereknek évekig. Azt hiszem talán 3 évig biztos nem. De nem is igény egyébként a gyerek, ezt elárulom, se cukrot, se sót. Tehát ha a bio bébi ételeket megkóstoljátok, akkor azok egy felnőtt számára azért kicsit ízetlennek igen, tűnnek. Így van. Így van. Amikor még az embernek jó az ízlelése, vagy amikor már újra jó, akkor már nem kívánja még tovább fűszerezni az olyan dolgokat, mint a sárga répa, vagy bármit. És amikor a gyereknek először elkezdünk főzni, ugye a hozzátáplálásnál, akkor nem is rakunk bele se sót, se cukrot. Ez tény? Hát ez nagyon helyes, ez nagyon, nagyon jó. Ideig. Aztán elrontjuk a gyereket. Ez nagyon fontos. Hát ezt kéne megőrizni, ezt a vonalat, sőt, nekünk is ezt kéne továbbfejleszteni, hogy az ember érezze a természetes ízeket. Ez nagyon nagy. Lehet szoktatni magunkat egyébként. Csak fokozatosan kell egy kicsit mindig elvenni. Így van, így van. Ez nagyon fontos, visszaszoktatni magunkat. Tehát én úgy gondolom, hogy erre tényleg gondolni kell az embernek, hogy valójában miért választ valamit, és hogy valójában érzi-e egyáltalán az ízét annak, amit eszik. Ez egy nagyon központi dolog. És nézd meg, hogy hány ember egyszerűen tűzön, vason át, inkább meghal, de ő nem tud, ezt úgy állítja, ő nem tud változtatni a táplálkozásán. Védi. Minden lehetséges eszközzel védi, tulajdonképpen, hogy ne kelljen változtatnia, és amikhez hozzászokott, csak azokat hajlandó enni-inni. És ezzel abszolút a vesztünket tudjuk okozni. És erre számtalan példa van, hogy minden további nélkül, szó szerint minden további nélkül az ember, na, leragasztódott egy kamera. Hát innen elhúzták a függönyt. Hogy emberek, akik előtte eldeformálódtak, simán egy-két hónap alatt elkezdik visszanyerni a normál formájukat. Tehát ez nem lehetetlen, csak meg kell tudni szabadulni. Egyébként az egyik leglényegesebb, hogy azoktól a zsíradékoktól kell tudni megszabadulni, amelyek emészthetetlenek. Tehát vissza kell térni a természetes zsíradékokhoz. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Ugye kialakultak irányzatok, hogy zsír nélkül táplálkozni, de hát azok komoly hiánybetegséget okoznak. Az embernek durván 30%-ban zsíradékra van szüksége. Ha most így ezt a normál vegyes táplálkozást nézzük. És a jó minőségű zsírok nagyon lényegesek. Tehát akik ugye ilyen értelemben a májat visszaállítják arra, hogy zsír alapon működjön, és ne cukor alapon, azok elkezdenek rendbe jönni minden szinten. Tehát ez nagyon lényeges. És azért jó egyébként, hogy ebbe a balanszolajba most már beleraktak ilyen közepes, tehát amit itt omega 7-esnek írnak. Tehát ugye ezek a közepes lánglatú zsírsavak, omega 7, omega 8, tehát ezek a közepes lánglatú zsírsavak nagyon fontosak, és ha ezt hozzáadjuk, egyébként nem kell sok, tehát lehet ilyet csak külön is venni, majd rendelünk, és akkor majd lesz ott a központban. Nekem még itt volt Észak-Amerikában, és elég napi 2 evőkanállal hosszú távon óriási változást ad. Tehát a zsíradékok nagyon fontosak, és ezért kell megfelelő minőségű zsíradékokat folyamatosan fogyasztani.
tehát az omega-3 is nagyon lényeges. Egyáltalán a zsíradékok egyensúlya, tehát nagyon sokféle zsírsav van, zsíradék van, és nekünk szükségünk van rájuk. És én nem értettem, tehát bizonyos dolgokat korábban, és szó szerint menekültem bizonyos zsíradékok elől, ugyanakkor meg mondjuk tejfölből a legzsírosabbat ettem, és sokat. Tehát simán meg tudtam egy ültőhelyen fél liter tejföl tenni a 20%-os zsírtartalmukból, és tehát azt meg kívántam. Ugyanakkor gyerekkoromban én a húsról a legkisebb zsírdarabokat, amik még úgy külön rajta voltak, azokat leoperáltam. Tehát olyan nem volt, hogy én megegyek zsíros húst. Jó, nem mangalica volt, tehát ilyen szempontból nem olyan volt a zsírsav, ugye, összetevője azoknak a mócsingóknak, vagy zsíradékoknak. Tehát nagyapám meg nem tudott úgy enni, hogyha nem volt legalább 25%-ban, ugye, amit evett a zsír. Tehát neki olyan húst kell adni, ahol volt elég zsíradék még rajta, amit én inkább mócsinnak tartottam, de tehát ő ilyen zsíros részítette a disznónak is, mindennek, tehát ő kifejezetten kívánta. Ez egy jobba volt. Én meg nem voltam jóba. És aztán kiderült, hogy óriási zsírsav hiányom van. És aztán próbáltam azon enyhíteni ilyen-olyan módon, és ez durván mostanra ért be. Majd megnézzük tényleg, hogy milyen lett most a harmadik tesztem. A második már egész jó, és akkor szerintem megvan a harmadik is. Majd Miklóst megkérjük, mert nem tudom a számát. Hogy... Tényleg azután biztos megvan. Biztos, majd megnézzük, ennek Miklósnak megvan a katalógusban a száma, szerintem annak a harmadik igen. tesztnek. Ez körülbelül 3 hete volt, 3-4 hete volt, levettük. És tehát ami nagyon lényeges, hogyha jó minőség veszünk zsíradékot, de nem eszünk rossz zsíradékot, ez egy másik nagyon lényeges dolog, tehát nem enni rossz zsíradékot. Ugye, mert Magyarországon még mindig használnak margarinokat például. De ezeket nem is értem, hogy engednek be a boltba egy margarint. Ezt komolyan mondom, tehát nem viccből. Tehát a margarint nem szabadna árulni a boltban. Tehát ez egy bűn, emberiség elleni büntet. És ezeket a hidrogenizált olajokat, ugye? Tehát ez nagyon nagy kár. Nagyobb a választék, mint a sima vajból. Tehát ez nagyon nagy baj. Ez az egyik tönkretevője az emberek életének, a margarin. Meg hát minden gyenge minőségű olaj. Ugye a repce olajról is bebizonyosodtak dolgok, hogy nem jók. Itt épp kérdés volt, hogy a repce méz az jó, de hát ugye egész más, amit a méhek gyártanak a virágporból, mint az olaja egy növénynek. A repceolajról nagyon komoly tanulmányok vannak, hogy semmiképp nem jó az embernek. Tehát nem szabadna tulajdonképpen csak nagyon minőségi olajokat fogyasztanunk, és mindegyikből mértékkel, tehát ilyen szempontból nem az arányok is sokat számítanak. De zsíradékra szükségünk van, nagyon fontos, mert amíg ezek nem rendeződnek, ezek az arányok, addig nem tudnak jól működni a mi kis biológiai alkatrészeink. Tehát ez nagyon fontos. És ugyanúgy nagyon fontos az antioxidánsok bevitele. Tehát sokan azt hiszik, hogy csak úgy valamit magunkba kell tömni. Nem. Tehát nem az a lényeg, hogy nagyon sok fehérjét tegyünk, főleg nem fehérjét, ugye ilyen keményítő tartalmú ételekkel. Az a lényeg, hogy sok antioxidáns, tehát zsírékot és antioxidáns kell sokat tenni. Előbb Editnek mondtam, ugye a triatlonos hölgyet, akivel én találkoztam, hát most meg nem mondom pontosan hány éves, olyan 70 éves korra körül, vagy 71-2 lehetett, ugye ő még egy világszínvonalon nyomta az Ironman-t. Az Ironman azért 3,8 km úszás, utána 180 km biciklizés hegyekbe, és utána egy maraton lefutása. Tehát azért
és ugye ő teljesen vegán életet élt, hát már nem 100%-ban, de mondjuk 97%-ban vegán életet élt. Illetve nem csak vegán, 100%-ban vegán, rosszul mondtam, 100%-ban vegán, de kb. 97%-ban csak nyers ételt evett. Tehát ő ugye áttért, amikor betegsége volt, most nem emlékszem pontosan, de már 50 fölött járt, amikor betegsége volt, akkor áttért a nyers ételre, és aztán így meggyógyult, és ott is maradt a nyers étel táborban. Csak aztán így nem sok, szóval 70 éves korra körül valamikor elkezdett egy kicsit nem nyerset is enni, de pár százalékban csak, tehát a döntő többségében nyers étel evő volt. És nagyon, nagyon fit is volt, tehát látszott rajta, hogy nem hogy gondot nem okoz neki a napi élet, hanem nem tudom máshogy mondani, hogy teljesen fénykorában van. Tényleg jó csak nyers ételt enni? Mert van egy olyan, hát egy teória, hogy attól, vagy legalábbis az is belejátszott abban, hogy ilyen agyban erős lények lettünk, hogy elkezdtük főzni a kaját, amit könnyebb megemészteni, ezért kevesebb energia kell az emésztéshez, úgyhogy több jut a agyba. Ez igaz? Hát valójában, aki nyers ételt teszik olyan módon, ahogy ezt érdemes, az garantáltan kevesebb energiát fordít emésztésre, mint aki főtételt teszik. Úgyhogy ez a teória, ez sajnos, hogy mondjam, hamis lábakra akar épületet építeni, tehát ez így nem működ, tehát ez nem így van. A nyers ételt sokkal jobban megemésztjük, meg kell tanulni elkészíteni, tehát általában a magokat csiráztatni kell, tehát hogy mondjam, csiráztatáskor fermentumok állnak elő, ami már olyan, mint a káposzta, azt ugyanúgy fermentálni kell. Tehát meg kell tanulni, hogy a rostokat hogyan tudjuk előkészíteni a feldolgozásra. És akkor ugye tudjuk, hogy vannak a tejsavas erjesztésűek, előemésztés. A tejsavas, vannak az ecetes, tehát a nemes ecetek, ecetes erjesztések, különböző erjesztések vannak, nem csak az alkoholos erjesztés van. És elő lehet készíteni így a rostokat a táplálkozáshoz. Tehát akkor nem azt jelenti, nyers táplálkozás, hogy elrácsálok egy zellerszárat? Nem. Hát nagyon sok, például a zellerszárat érdemes leturmixolni. Ott már a kés olyan apró darabokra vágja, hogy már szinte egyáltalán nincs ilyen probléma, hogy fogom a rostokat megemészteni. Nem. Tehát ennek azért, hogy is mondjam, így komolyabb irodalma van. Ami nagyon lényeges, hogy átmenetileg, ha például valaki csak olyan turmixokat fogyaszt, amelyeknek az alapja egyik oldalon vagy a savanyú káposztának a leve, vagy a kinoa csíráztatásakor keletkező lé, ami egy kicsit enyhébb, és ehhez ugye alapnak, az ilyen zöld turmixhoz a napraforgó magnak a csíráját eszi durván egy hét alatt. Többé-kevésbé szinte minden klímán egy hét alatt jól beérik, tehát megnő egy olyan, nem tudom, a 6-8 centisre a napraforgóból kikelő kis új növény, és amikor lehullik a szotyinak a két kemény héja, akkor pont jó, ez durván egy hét, és akkor ezt tudod enni, ezt lehet rágcsálni is, mert ennek már van mit, ezen már van mit rágni, de ha ezt leturmixolod, még könnyebb, ha csak folyékony ételt eszel, és ha ezt megcsalod mondjuk 2-3 hónapig, hihetetlen sokat változik a szervezeted.
nagyon könnyű csiráztatni napraforgó magot, tehát ez nem egy nagy művészet, ez bárki otthon is meg tudja csinálni, vesz egy pár tálcát, és akkor ezeket forgatja, tehát minden nap egy tálcányit. Ha nem túl nagy tálcát vesz az ember, egy ilyen kisebb tálcát, ha egy ilyen nagyobb, mint a éttermi felszolgáló tárca, ugye, tehát amire ugye a tányérokat meg mindent rakjuk, akkor az elég négy embernek. De kettőnek tuti akármennyit iszik ebből, ami azon terem, és akkor ilyenből veszel hetet, és akkor naponta váltogatod, és egy ilyen rendszer kell, ahogy egymás fölé rakod a konyhába a hét tálcát, elég közel lehet rakni őket egymáshoz, főleg, hogy az első két nap kell, hogy nyomják egymást. Tehát az első, a második, meg a harmadik, az még összeér. Egy kicsi nyomás kell, ugye, mint régen szokták boronálni a magot, tehát kell egy kis nyomás a magnak ahhoz, hogy utána szeressen kikelni. És a hetedik napra durván beérik, tehát lehet, hogy néha nyolcadik, ha olyan nincs elég napfény, vagy nem olyan a klíma, akkor nyolc nap alatt így beérik, és akkor van nyolc tálcád, akkor minden napra van egy friss tálcád, és tulajdonképpen egy picit kell locsolni, nagyon jó komposztot lehet utána a maradványból csinálni, mindig learatod, levágod alul, és akkor megeszed fölül ez pár perc naponta mennyi munkát igényel, és akkor ezt össze tudod darálni savanyú káposztalével. Én szoktam ajánlani ezt a Bryce által adott receptúrát, tehát amit ugye most az egyik, a Steinberger már B-aktívnak hívja, nem Bryce-nak, de vagy a B-aktívból, vagy a biotának a Bryce levét még rá tudsz önteni, répa levet, vagy egyáltalán minden, ami van éppen zöldség, bele tudod rakni, de az alapja, az a legjobb alap, ez a napraforgó magcsíra. És akkor ehhez lehet még tenni bébisfenótot. Például most már lehet bio bébisfenótot Magyarországon is kapni. És akkor ennek az a lényege, hogy folyékony, ugye, teljes savas erjesztésű zöldséglevek, plusz friss zöldek. Tehát ez kell a szervezetnek, ettől aztán megy, mint a fürgenyuszi. Tehát ettől könnyebbnek érzi magát az ember, ezt könnyen megemészti. Itt, ha egy ilyen menün vagy, akkor viszont általában igénylet, hogy napjában ötször egyél, mert éhes leszel két óra múlva. Tehát a napi ötszöri turmixot igényelni fogod. Most, ha azt akarod, hogy ez kellemesebb legyen, hogy állagában is, ízében is kellemesebb legyen, akkor valamilyen zsíradékot raksz bele. Tehát milyen zsíradékot tudsz belerakni? Hát például tahint bele tudsz rakni. Akkor egy másik nap meg beleraksz mondjuk török magyaró krémet. Tehát, vagy diót. És azt el tudja ugyanúgy a gép, és akkor lesz benne zsíradék. Én ugye azon a klímán, ahol voltam, amikor ezeket a dolgokat aztán egy pár évig csináltuk, akkor lehet jó pár évig csináltam valójában, tehát nagyon sokáig még Kaliforniában is így éltem, és akkor avokádot tettem bele. Tehát ott volt olyan minőségű avokádó, itt Magyarországon sok csalódást okoz az avokádó vásárlás, úgyhogy azt nem ajánlom feltétlenül ezt a sportot. És egy fél avokádó már krémessé teszi ezt a turmixot. Tehát meg lehet találni azokat a zsíradékokat, amelyek így segítenek. Nyilván például a dió az nagyon jó. Na most ehhez, ha te fogyasztod még omega-3, ugye, meg most már a balanszolaj pluszban benne van az omega-7 is, tehát a közepes láncolatú zsírsav is benne van, amire szükség van, ugye, tehát ha ezt fogyasztod, illetve hát ez lehet még különbeni, mert nincs annyi benne a balanszolajban, mert csak ebből a közepes láncolatú zsírsavból normálisan azért, hát testtömeg függő, de azért minimum 10 milliliterre szükség van, tehát akkor ezt lehet még külön belerakni, ez ízetlen tulajdonképpen, tehát teljesen
átlátszó, ízetlen, szagtalan a közepes láncolatú zsírsav, és akkor ezt vagy beveszi az ember utána, vagy ezt is belerakja, és akkor kicsit krémesebb lesz ez az egész. De minden szezonálisat bele lehet rakni, tehát ezt a zöldségszárat. Ugye sok olyan ország van, ahol nem nagyon ismerik a zellert, a zeller szárat akartam mondani, bocsánat, tehát a zellert nem is ismerik, csak a zeller szárat. Szárzeller, igen. Tehát a zeller gumot nem ismerik, a zeller gumot nem ismerik, csak a szárzellert. Hát tulajdonképpen az a nagyon friss, nagyon fiatal zeller, nem? Hát ha tovább bent hagyjuk a földbe, akkor a gumó elkezd növekedni. Gondolom nem. Én. Teljesen másfajta? Ez teljesen másfajta, Gábor. Értem. Étlen növény. Szóval akkor teljesen másfajta. Igen. Azért mind a kettő valahol zeller. Persze, persze. Mert amit Magyarországon árulnak, 100 zeller, annak a végén van egy ilyen mini gumó. Hát valami gyöker van, valamiben kell a földbe legyen, de az nem olyan, mint ezek a nagy gumók. Értem. Szóval abból nem is lenne nagy gumó soha. Nem. Szerintem nem. Meg eleve más, a magyar itthoni gumós zellernek a szára, meg az a zeller szára, mint az a világos zöld, kicsit keményebb, amit igen. lehet kapni, mert az itthoni zeller szára, az tök más állagú is. Így van, pontosan. És ilyen nagyon fiatal korában is más állagú? És ennek volt a kertben, aha. Én azt hittem, aha. hogy olyan lesz, de nem. Igen, más állaga van. Na jó. Egy a lényeg, hogy ezeket mindenféle friss zöldet lehet így még beledarálni. És akkor, ha van benne elég engem hív szerintem a húgom egy pillanat. Mindjárt megnézzük, hogy mit tudok csinálni ügy érdekében pillanat. Ne haragudjatok, már én nem voltam, pont nem hallottam. Mikor szólt ki a Gábor? Mit kell csinálni? Bocsi, mi volt a kérdésed itt? Hogy ezt mennyi ideig kell inni ezeket így összetúrni szólva? Ami bírod. Tehát így hetekig is? Csak ez? Hetekig is, az szerintem. Egy-két hónapot mondott. Azt igen, azt mondta, hogy egy-két hónapig fel. Egy-két hónap? És, ez csak, és semmi más, csak ez? Tehát, hogy nincs rákcsálni való semmi, hanem minden csak leturbik szóval. Hát biztos lehet valamit rákcsálni is, csak ez nagyon hasznos. Ha? Ha. Majd kérdezzük azt azért meg. Egy-két hónap? Azt a... Most hol van? Hívta a testvére telefonon. No, hát nem tudom, mert a telefonon meg ez nem látszik, csak a számítógépen. Úgyhogy nem tudok mit mondani. Ott nem látszik, hogy csak számítógépen látszott. A lényeg az, hogy az ilyen átállási időszakban nagyon jót tesz, ha az ember csak folyékonyat eszik, hogy így mondjam, és az is nagyon jót tesz, ha kevés fajtát, és az is nagyon jót tesz, ha a zsíradékokat nem keveri, úgyhogy ez ilyen szempontból nagyon izgalmas ez a kérdés. Az is egyébként nagyon sokat segít, ha az ember csak leveseket eszik egy darabig. Tehát most nem csak nyers ételbe lehet folyékonyat enni, hanem ilyen letolt leveket is lehet enni. Tehát még egyszer a zöldséget nem érdemes vízben főzni, mert azzal pont ezt az enzim aktivitását elveszíti, de az nagyon sokat tud segíteni, hogy leturmixolod, és nyilván olyan fűszerekkel csinálod, mint hát a kömény leves, ugye? Tehát, amelyek segítik az emésztést. Tehát mindig figyelni kell arra, hogy mit itatnak a kismamával is,
ánis, kömény, édeskömény teát. Ánis, kömény, édeskömény. Tehát olyan dolgokat, amelyek segítik az emésztést. Nagyon fontos. Ezek így együtt, meg még egy-két dolog, benne vannak a garam masszalába. Garam masszala. Aj, Miklós, ezek a kulinári lehet olcsón jó minőségű garam masszalát kapni. Igen? Hogy, és akkor, mert én pont nem voltam még bekapcsolódva, hogy ezt mennyi ideig kell inni. Hát, ha szeretnél egy komolyabb átállást, tehát nagyon sokan mondják, hogy ők nem tudnak leadni a súlyukból, ugye aztán sokan egy idő után nagyon elkeserednek, hogy deformálódott a testük, és nekem a tapasztalatom az, hogy 2 hónap alatt, de legrosszabb esetben 3 alatt óriási változások vannak. 2 hónap alatt már. Jó, de ez azt jelenti, hogy 2 hónapig napi többször csak a levek. Nézd, ez az egyik megoldás. Én a japán diétát is szoktam mondani, hogy szabad enni. Szabad enni, de csak egy dolgot egy nap. Ha? Hát ez meg a japán diéta, amikor azt csinálod, hogy legalább 10 napig csak egy dolgot tetsz egy nap. Én azt szoktam mondani, vagy kölest, vagy kinoát. Ez a ilyen szempontból a legjobb. És akkor főzöl kölest vízbe, és azt teheted. És amellett semmi más nem eszel. Pedig már reménykedtem, hogy reggeltől estig krémes tehetek. Ja, ugye? Valami tehetfajtát. Ez a zsuzsi diéta. Nem biztos hatásos. Nem tudjuk, ez hogy működik-e. Ez az én diétám volt, amikor ilyen 10-15 éves koromban, amikor mindig anyukámat meglátogattam a kórházba, emlékszem, mielőtt még megműtötték az orfiba, és akkor így fél óránként, mondjuk legyen átlagban 3-4 óránként leszaladtam 4 krémest megenni, majd visszamentem, majd megint leszaladtam 4 krémest enni, majd visszamentem, ezt így viszonylag jól tudtam gyakorolni ezt a... A kamaszkori diétát az nagyon tetszik. Úgyhogy, ja. Tehát a lényeg az, hogy valahogy tehermentesíteni kell a szervezetet, és a másik oldalon meg el kell látni antioxidánsokkal. Harmadik oldalon meg zsírsavakkal, meg zsíradékok nélkül nem megy. De a legeslegrosszabb, amit tehetünk, a mindenféle mesterséges anyagokon kívül, azok a rossz zsírok, tehát a rossz zsírok, és ettől szenved szerintem a félnyugati világ, és ezért van ennyi anyagcserezavar, mert nagyon sok a rossz zsír mindenben. Tehát ezért nem tudok étterembe menni, mert nem olyan zsíradékot használnak. Tehát szóval szerint nem tudok enni, szinte nincs olyan étterem itt Budapesten, ahol tudok enni. Nem olyan zsíradékot használnak. És nem is olyan drágat, valódi olívaolajat lehet használni. Igen. Miért ír ember, hogy miért nem? Tehát nem olyan nehéz jó zsíradékot találni, most már azért van, lehet kapni. Tehát a megfelelő alapanyagok, megfelelő zsíradék nagyon fontos. Elküldtem a kedven. Garam masszala lelőhelyet. Garam masszalát, és akkor ott lehet kapni még egy-két dolgot, amit be lehet szerezni. Ugyanattól a cégtől, mert ugye lehet ilyeneket azért biominőségbe is venni, egy kicsit drágában. De ez már egy olyan minőség, amit ugye el lehet viselni, és akkor ott lehet kapni köményt is, Jira néven. Van ráírva, nézd meg a zsírát, meg a madrász köri, tehát zsíra, meg madrász köri, és akkor olyanokat lehet. Én még azt szeretném kérdezni, hogy előbb említetted, hogy a leveseket... Nem így írják a zsírát, hanem J-E-E. És a i-betű nem is kell, igen. De i-betű nem kell. Ide y a vége?
Így nem találta meg? Akkor lehet, hogy rosszul mondtam. De azért biztos, hogy J-vel és E-vel írják. Hát de néznek, hogy kömény akkor úgy. De szerintem így írják, hogy J-re. Gábor? Igen. Felsorolnál néhány Józsi? Igen, ezt akartam én is kérni. És ugyanez a márka, vagy a márkát, ha beütöd, Miklós, mint az előzőnek a márkája. De ilyenbe is van. Ez a Green Cuisine, ez is egy jó. Ez is egy jó. Itt a Gira, itt látom. A második sorban, arról a harmadik. A Gira a római kömény, igen. És úgy írják, ahogy mondtam. Látod, Jera. Ott van az acskon. Ja, mert csak az acskon van fölírva. Őt nem úgy hívják. Jó. Tehát a jó zsíradékok, nagyon sokfajta jó zsíradék van, mert a kókuszolaj például nagyon jó. Tehát vannak telített zsírsavak, amelyek nagyon jók, mint a kókuszolaj, és még egyszer az omega-7 is telített zsírsav. Tehát nem csak telítetlen zsírsavra van szükségünk, a telített zsírsavak között is van sok jó, ami nagyon jó. És a kukorica csíra olaj is például elég jó. Egyébként van napraforgóban is olyan biominőség, ami jó, csak hát kell mellé még omega 3-at is, meg a többi zsírsavat is enni. Tehát aztán szokták mondani a szőlőmagolajat, lehet használni a szőlőmagolajat is, annyira nem olyan nagy szám, de most már árban ugyanott van a szőlőmagolaj, mint az olívaolaj. Tehát régen azért nagy volt a különbség. Tehát fölösleges, horribilis pénzeket erre kiadni. A legtöbb dologra kiválóan használható az olívaolaj egyébként. Csak van, aki nem szereti az ízét. Az olívaolajnak. Tessék? Kicsit olyan... Igen, sokan nem szeretik. Van, de nem rossz. Én tehát, hozzá kell szokni. Szokás kérdése. Igen. Tehát nagyon meg kell nézni a savassági fogát az olívaolajnak. Tehát olyat érdemes venni, amelyik nem savas. Uh-huh. És egyébként meg, ha finomítottat veszel, amiben azért van némi veszély, attól függ, hogy hogyan finomítják. Tehát azért érdemes olívaolajból is mindenképp biót venni. Tehát az olaj is egy olyan dolog, hogy nem tudom máshogy mondani, hogy erre érdemes pénzt áldozni és biót venni belőle. Tehát nem iszol meg egy liter olajat naponta, vagy fél óránként. Tehát az eltart egy darabig. Én viszonylag sok olajat használok, de ennek ellenére, mivel olyan nagy a különbség, akkor jobb bioolajat használni. És ha szűrt, megfelelően szűrt az olaj, akkor nem lesz olyan magas a savtartalma általában. Tehát a szűrt. Tehát attól függ, mert sokféle olívabogyó van. Igen. Tehát meg kell nézni. Na most a szűrttel jobban tudsz főzni, a szűretlen meg nyersen használatos. Tehát azok a kis szálacskák, amik a szűretlenben vannak, és olyan zavarossá teszik, azok megégnek, ha magas hőfokon, ugye, főzöl vele. Tehát érdemes nem magas hőfokon használni a szűretlent, azt inkább így nyersen öntetek be, és a szűrtet, ha meg tényleg nagyon jól megvan így szűrve, tehát a finomítás csak ennyit kéne, hogy jelentsen normálisan, hogy hogyan van megszűrve. Bióba lehet olyat kapni, amit teljesen, hogy mondjam, tehát nem is összed észre szinte, hogy olívaolaj, azt tudom mondani, tehát hogy már majdnem jellegtelen. De nem ezt a szót használnám, hogy jellegtelen, de szagmentes, így mondom. Szagmentes. Tehát például a Den Re márka, amelyik márkától nekünk ott vannak ezek a sárgalépa, meg savanyú káposztalevek, az ő literes olívaolajuk, ami bio olívaolaj, az ő olívaolajuk az elég ilyen semleges.
Na most, ugye aztán használnak még különböző olajakat főzéshez, mint például a földi mogyoróolaj. Na de mi Magyarországon nem biztos, hogy ilyeneket fogunk így használni. Tehát a repcét azt korábban említettem, talán Editnek, vagy itt, hogy tehát a repcét nem ajánlatos, nagyon sok tanulmány van róla, hogy a repce garantáltan sem embernek, sem emlősnek egyáltalán nem jó olaj. A repcét nem érdemes használni. Most azokat az extra olajokat, mint dióolaj, mákolaj, hasonló, azokat nem főzésre szoktuk használni. Tehát azokat kiegészítőnek, a tökmagolajat sem. Tehát a tökmagolaj is nagyon jó, de hogy olyan, nem az az alap. Sütök, főzök vele olaj. Tehát ezeket másra használjuk, ezeket az olajokat. Most akkor van még a szezámmagolaj, amit így szoktak nyomni. Megmondom őszintén, a szezámmag szerintem nagyon allergizál, ha nem bio. Tehát ha valaki 3 évig csak eszi a szezámmagot, akkor már 4. évben nagy esélye van rá, egy kicsit allergizálta őt. Tehát abból mindenképp csak biót érdemes, az olyan szezámmagokból, és a szezámolaj azért az annak is különböző formái vannak, ahogy szokták. Én inkább azt mondom, hogy fűszerezésként hozzáadni, például a közel-keleti konyhában, vagy távol-keleten is bizonyos helyeken, és nem alapfőző olaj, a szezám olaj. Tehát ezt inkább kiegészítésnek, vagy ilyen fűszerezésnek lehet jól használni. Most aztán vannak avokádóolaj, és így tovább. Tehát ezek mind inkább ilyen kiegészítő dolgok. Ha visszatérünk ahhoz, hogy mi az, amit minden nap tudsz használni, tehát lehet bio napraforgót, bio olívaolajat, bio kukoricacsíra, kukoricacsíraolajat, tehát ezekből érdemes. Lehet szőlőmagot is használni, minden további nélkül lehet éveken át szőlőmagot is használni. Azt is érdemes megfelelő minőségűt, tehát akkor már, ha folyamatosan használ az ember, akkor abból is biót. Mi a helyzet a vajjal? Én bizonyos szempontból nem vagyok nagy barátja a vajnak, de nagyon nagy barátja vagyok a ghee-nek, a tisztított vajnak. Tehát én úgy gondolom, hogy csináljátok akkor a vajból ghee-t, és attól függ, hogy milyen a kiindulási anyag, 1-2 óra alatt, 1 óra minimum, de 1-2 óra alatt szépen, lassú lángon le lehet szűrni, tehát a habokat, a habokkal együtt, ami lejön, alul egy pár átöntéssel ezt a alsó olyan ködös, hogy mondjam, olyan kicsit olyan joghurtos részt, azt ugye szintén elkülöníteni, és akkor csak durván kétharmada megmarad, eredeti kiindulási anyagnak, és akkor abból ghee lesz, és örökre eltartható hűtőszekrény nélkül. Az indiai gyógyászatban a 20 évesnél öregebb ghee az már gyógyszernek számít. Tehát tulajdonképpen tejzsír, de az már csak zsír, abban már nincs fehérje, nincsen benne egyéb anyagok. És pont ez a lényege a ghee készítésnek, hogy minden mást kiszűrni belőle, ami nem zsír. Tehát a ghee-vel nagyon jól lehet dolgozni. Tudom ajánlani szintén. Hát most, ha megnézed, hogy durvány, ugye 800 forint egy 4 kiló biovaj, ugye, és annak a 2/3 marad meg. Akkor így ki tudod számolni, mennyibe kerül, tehát nem a legolcsóbb zsíradék, de például bármikor előkapod a hűtőszekrényből, és bármikor eszel egy kanál ghee-t, vagy nem a hűtőszekrényből, a kamrából, és eszel egy kanál ghee-t, és nagyon jól működik. Tehát én nekem nem kell hozzá kenyérset, ha nagyon éhes az ember, eszik egy kanál ghee-t, és rögtön jobban érzi magát.
Az előbb mondtad azt, hogy a leveseket is érdemes nem vízbe főzni, de akkor miben? Hát azt semmiképp nem szabad, hát semmibe a zöldségeket, valamennyi kis zsiradékba, és mert azok teli vannak vízzel, tehát a saját nedvességtartalmuktól megpuhulnak. Úgyhogy lehetne, még mondhatnám, hogy párolóerőket, de párolást sem tartom nagyon jónak, tehát még egyszer, fedő alatt a saját nedvességtartalmukban megpuhulnak a hőtől. Mondjuk eleve így csináljuk, hogy mi párolt zöldségnek hívjuk, de nem pároljuk vízbe, hanem csak egy nagyon kevés zsiradék van alatt, és akkor azon addig forgatjuk, amíg pontosan. És ha utána akarod, akkor hozzá lehet önteni a levet. Vagy így bele lehet rakni a vízbe. Az a lényeg, hogy ne följön ki a mindenféle finom dolog belőle. Meg az íze is kifő belőle egyébként. Tehát egy emészhetetlen, hogy mondjam, rost szerkezet lesz. Érdekes, pedig mennyien igénylik a leves, tehát, hogy így... Abszolút, csak máshogy kéne elkészíteni. Sem baj a levessel, csak máshogy kéne elkészíteni. Fontos. Na, milyen jó elmentünk ebbe az irányba ma. Jókat főztünk, most már ennyit megyünk enni. Most megyek enni kell káposztát főzőnéket. Az egy kivételes dolog, hogy káposztát szabad vízbe főzni. Igen. Káposzt, ja, és azt miért szabad, hogy az miért? Hát, az sem kell feltétlenül, de annak valahogy nem tud így kifölni az íze. Így tudom mondani. Annyira gyógyhatású, hogy nem tud olyan könnyen kifölni belőle az íze. Nem tud annyira megfőzni, de gyógyítson. Igen. 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 Na, örülök. Ez jól sikerült. Nagyon jó. Akkor folytatjuk. Jó, holnap akkor még beszélünk az ilyen antiparazita kúrákról, és megkérjük, valaki figyelmeztessen majd holnap, és akkor folytatjuk onnan. Antiparazita. Jó. Nagyon jó. Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!